olyan sok embernek teljesen máshonnan indul az élete, mint amit majd fog élni, az enyém pont ugyanilyen. Valahol mégiscsak van valamilyen egyezés, ha visszaemlékszem arra, hogy hogyan kezdtem. Én nekem egyszerű kérdéseim voltak fiatal koromban, hogy ki az ember, mi az ember, hogyan képes változni és hogyan képes sikeres lenni. Érdekelt saját magam miatt, ezért kutakodtam ezután a kérdések után, és nem találtam megfelelő válaszokat. Aztán elmentem egy helyre, ahol kaptam olyan választ, ami tudományos környezetből származik, és meg tudták mondani azokat a fontos lépéseket, hogy hogyan lehet építkezni mondjuk az életünkben, hogyan lesz több energiánk a hétköznapokra, hogyan tudunk jobban megélni mindenféle hétköznapi eseményeket, és ebből kezdtünk építkezni, ebből jött az, hogy ezt a tudást átadjam másoknak, és ahogy a szükség és az élet, ahogy terelgetett engem, természetesen elkerültem olyan helyekre, amit üzleti világnak nevezhetünk, tehát jöttek azok, hogy hogyan lehet érvényesülni egy tárgyaláson, hogyan lehet érvényesülni egy nehéz helyzetben, hogyan lehet megoldani egy katasztrófát az üzleti életben, de a legfőképpen, hogy hogyan fejlődhet az ember, hogy az ő képességeire rá lehessen építeni akár egy vállalatot, vagy egy milliárdos életet.